zalkaros ebben az esztendőben ünnepli Városi címének 20 éves évfordulóját. 1997-ben mindenki csodálkozott, hogy egy 1200 lakosú kis település megkaphatta a Városi címet. Nagy volt a bizalom az odaítélők részéről, és úgy gondolom az elmúlt 20 év bebizonyította azt, hogy igenis a város megérdemelte ezt a címet, hiszen elképesztő fejlődésemen keresztül, ha csak a fürdőt nézzük, akkor ott az élményfürdő megépítése, a legkülönbözőbb fejlesztések, a fogadóépület 3 milliárdos fejlesztése, a gyermekvilág megteremtése, mind-mind egy új szegmens, és vonzotta a látogatókat az elmúlt két évtizedben. Ebben az esztendőben várjuk a 30 milliómadik látogatót a fürdő 50 éves fennállása alatt. A település is nagy mértékben fejlődött, mentőállomás, tűzoltóállomás, orvosi ügyelet, bölcsőde létesült, fejlesztettük az iskolát, az óvodát, kerékpárutak épültek, a közvilágítást teljesítettük, és azt hiszem sorolhatnám az eredményeket. Mindezek azt bizonyítják, hogy jól sáfárkodtunk a ránk bízott lehetőséggel, hiszen Zalakaros az ország egyik legvirágosabb, legbiztonságosabb, legtisztább települése Magyarországon, és a turisztikai top 10-ben is bent van. Bízunk abban, hogy ezek a fejlesztések a mostani fejlesztési ciklusban is tovább fognak folytatódni, és ez a kis település, amelynek most gyakorlatilag 2500 lakosa van, továbbra is az ország fejlődésének az évvonalába tartozik.